egy szó kiállt. A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek. Ézsaiás próféta könyve 40. részének a 3. Emlékszünk azokra az időkre, amikor még rosszak voltak az utak, amikor nagy szét múlt a járgány, de még azon felül minden kilométernél piros jelzőlámpa megállt parancsolt. Rossz volt a közlekedés. Gyalog is fent állt a veszélye, hogy elharapjuk a nyelvünket, amikor beleréptünk egy kártyába. Ma már ugye más a helyzet. Mennyivel könnyebb így közlekedni, ha az utak elegyengedve, az egyenetlen sírmává lett, és hadd mondjam el, hogy Isten a maga útját ugyanúgy elkészíti felénk, ugyanúgy sírmává teszi az egyenetlent, de mégis a próféta azt mondja, készítsétek ti az Úrnak útját, és egyengessétek az ösvényeit. Azért van ez így, és azért mondja a próféta, mert Isten a Krisztus hozzánk jöveteinek az útjában a legfőbb akadály, ami emberi szín. Hadd mondjam el, hogy telve voltam én is aggodalommal, egyenetlenségek voltak a lelkemben, amikor erre a napra gondoltam, ott volt sok miért és vajon kérdés, és jöttek a híreim, és mondták, tiszteletes úr, ideget mond a rádió, tiszteletes úr, sokan disznót vágnak, kevesen leszünk az ünnepén. És volt olyan is, aki azt mondta, én is akartam vágni, de elhalasztom. Volt olyan, aki azt mondta, nekem éppen pálinkán kell főzni, de akkorára meg lesz, és jövök is. Volt, aki még egyik presbiter még az éjjel azt csinálta, nem érzek semmit. Pálinka szabad itt, hál' Istennek, mint Dánielé, amikor kijöttek a tüzes kemencéből, még a fűszaga sem érződött a ruhájukon. Isten szeretetének jó illata tölti be ezt a helységet, és már elmúlt minden aggodalmam. Még azok felett is, akik idézőjelben a sertés védőszentjének nevezünk így, hogy Porpusznak, bódolnak ezen a napon, és talán a férfiak közül sokan már boncolgatják a disznót. Azt mondtam magamban, hogy penitenciát alkalmaznék, akik nem hívtak meg disznófogni ma, vagy nem jöttek el disznóvágás miatt, azoknak nőjön egy szál kolbász az orrukra, és hozzák ide el nekünk. Kihoztuk a szegényeknek, és ez nagy áldozat lenne. Persze, komolyabbra fordítva a szó, amikor Kárpát-medencei imanapon Erdőhegy kisjenő gyűltek össze körös közé asszonyok, akkor a helybeli lelkipásztor kollégám arról hirdette az igényt, hogy semmi felől ne aggódjunk. Na ott érte utol a szélmet azt, hogy aggodalmaskodunk. Bízunk mindent a Jóistenre, hogy erre meg elvetem, neki gondja van rám, akkor mit én aggodalmaskodjak, majd én minden helyen. Most, hogy ő nézett a templomban, hideg ellenére én már néhány melegítőben tudom, mert nem sokat segített, de én például nem fázik, a szívem sem fázik, az áldott Isten lelkétől jövő melegség körül a szívem ezen a napon, amikor mindenki szeretettel köszöntöm. Advent. Hadd mondjam el, hogy már eljött a Jézus. Gyermek szívvel szoktuk kérdezni egymástól, nálatok már járt a Jézuska, itt karácsony előtt. Hadd mondjam el, nálunk már járt a Jézuska, és ajándékot hozott. Ajándékot hozott, elhozott a világ közönnek, önünkbe, drága püspök urak, főkiszerelő, Kürzs István, a királyháló mellé, református egyház kerület püspökök. Adventi ajándék az Úrtól ma a mi gyülekezetünknek, maga egyszerűségében,
csodálatos lelki ruhában, ami közé ezzel a gyönyörű igehirdetéssel, amit tudjuk teremtünk, és hiszük, hogy jó gyümölcsöt terem a lelkünkben is mindenkinek. És ajánljuk őt kerületünknek és népünknek, és ajándékai vagyunk mi mind egymásnak is, kollégák, akik eljöttünk a körös közből, itt van minden kollega, és távolabbról is érkeztek. Mi mind ajándékai vagyunk egymásnak. És a gyülekezetek küldöttei, aki eljött ide a mi ünnepségünkre, és a helybeli híveink, és gyermekeink, ifjaink, mind-mind ajándékok vagyunk ma egymás számára. Krisztus adventi ajándéka, és a legfőbb ajándék ő maga, aki adta ezt a napot, hogy örvendezünk, mi vagyunk ebbe, hogy együtt lehetünk, és az ő szeretetének napsugara besüt az ablakon, áldott időt ad, és nem fázunk, mert itt van velünk. Aludalommal, és örüljünk végre együtt, és legyünk ilyen ajándékot egymásnak. Így köszöntöm szeretettel főtisztelet urat, esteres urat. Így köszöntöm szeretettel a kollégát, főtiszteletű asszonyt, mivel ő is szalontai az én virágszálammal együtt, Bacsói Rózsák ő szalontáról, hadd mondjam, Arany Jánosi fordulattal, ő pályatársa szerető férjének, megkérdeztem tőle, hogy mindenhol elkíséred a férjedet? Azt mondja, hogy igen, ahol csak teheted, mindenhol. Na, ez az igazi hűséges pályatárs. Az én feleségem is mindenhol elkísér. Sokszor jó, sokszor nem jó. Úgyhogy így legyünk ajándékai egymásnak, és így köszöntjük minden szerető szívet, akik eljöttünk a tévének ellenére is, és nem csupán Portusnak, a sertések védőszentjének kódolunk ilyenkor, hanem mi eljöttünk, ami egyetlen, örök, igaz Istenünket imádni és dicsérni mindenek felett. Ő legyen a hálás, és ő nevére tényleg dicséret, dicsőség, szolítja, lódja. És szeretném